Tisztelt képviselőtársaim, kérem, foglalják el helyüket, hogy folytatni tudjuk ülésünket. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Lukács Tamás, Vejke Imre, Varga László és Harag Péter kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát TPER 3507-es számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3507/90-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az Alkotmányügyi Bizottság ezekről TPER 3507/97-es, 99-es és 101-es számokon előterjesztette ajánlását. Bejelentem, hogy a TPER 3507/97-es számú ajánlásban szereplő valamennyi módosító javaslatot előterjesztői visszavonták. Kezdeményezem, hogy a záróvita további módosító javaslatokra két szakaszban nyíljon meg úgy, hogy az első szakaszban a normaszöveget és a mellékletet érintő ajánláspontok szerepeljenek, a második ajánlás másodiktól 34-ig terjedő pontjai, valamint a harmadik ajánlás első és második pontjai szerint. A második szakaszban pedig a második ajánlás első pontját vitassa meg az Országgyűlés, amely a preambulumot módosítja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvita első szakaszát, a TPER 3507/99-es számú második ajánlás, másodiktól 34-ig terjedő pontjaira, valamint a TPER 3507/101-es számú ajánlás, azaz a harmadik ajánlás első és második pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Novák előtt képviselő úrnak adok szót. Talácsüljet. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Engedjék meg, hogy most egy katolikus pap unokájaként szóljak önökhöz. Igen, jól hallották. Tisztelt hölgyeim és uraim, egy görög katolikus pap unokájaként egészen pontosan, hogy fogalmazzak, hiszen ez a természetellenes cölibátus a görög katolikusoknál nincs ilyen fundamentalista módon kiterjesztve. Úgyhogy engedjék meg, hogy erre egy mondatba kitértem, hiszen létemet is ennek köszönhetem. Nos, viszont ha már a görög katolikusoknál tartunk, hadd kezdjem mindjárt ezzel, a 2001-es népszámlálás adataival, hiszen most előttünk van egy egészen új... Képviselő javaslat. Úr, melyik ajánlási ponthoz szól hozzá? Az első ponthoz, elnök úr. Melyikhez? Már azért ne haragudjon, elnök úr, hogy ennyi házszabály ellenes javaslat benyújtása után... Képviselő úr, melyik ponthoz szól hozzá? Nem hallja, lehet, hogy megint szükség lesz behozni a kézi hangos beszélőmet, mert mondtam, hogy az első... Képviselő úr, amennyiben nem az adott ajánlásponthoz szól hozzá, akkor nem tudok önnek szót adni. Élek azzal a elnöki, levezető elnöki jogkörömmel, hogy önt figyelmeztetem, térjen a tárgyra, most ismételtem, figyelmeztetem. Hányasról? A másodiktól a 34-ig. Az ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. Miután most nyújtották be néhány perce, azért elnök úr ne várja, hogy ennyire képbe legyek az ajánlási számokkal természetesen. De ahhoz kívánok hozzászólni, hogy milyen egyházak kerülhetnek ma bejegyzésre, és eltörlése pedig a legújabb, néhány perce befejeződött bizottsági javaslat értelmében nem. Arról szeretnék beszélni, hogy miért van az, hogy a görög katolikus egyház nem kerülhet például megnevezésre, holott közel 300 ezer görög katolikus van a legutóbbi népszámlálás adatai szerint, egészen pontosan 20-szor annyi, mint ahány izraelita. Ennek ellenére azt látjuk, és ez a legutóbbi népszámlálás adatai, lehet, hogy a Kubatov listákban ennél pontosabb adatok is vannak, én ezzel a 2001-es adattal vagyok kénytelen dolgozni. Tehát 12.900 izraelitáról beszélünk, ennek ellenére
Ennek ellenére önök szeretnék tulajdonképpen összességében három zsidó egyházat, ez a legújabb verzió, hát volt olyan, hogy hatot is, most éppen hármat a legújabb percekben hatályos javaslat szerint éppenséggel három zsidó egyházat szeretnének beegyeztetni. Én azt gondolom, hogy ez egy eltúlzott javaslat még jelen helyzetében is, bár ma még láttuk ugye azt a javaslatot is, amikor Fónagy János képviselő úr benyújtott egy negyediket is, egy olyan zsidó hitközséget, melyet maguk is csak az 1980-as évektől számolnak, és a honlapjuk szerint is csak 1992-ben alakult meg a Szim Salom Egyesület. Ekkortól kezdenek rendszeresen egyházi hitéleti tevékenységet folytatni szervezett keretek között, sőt, csak 2004-ben lettek regisztrálva, mint egyház. Nos, én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, de már önmagában az is, hogy három zsidó egyház kap, az összesen talán a legújabb adatok szerint 14 Magyarországon elfogadott egyház között teret, miközben a népszámlálási adatok azt mutatják, hogy egyáltalán nincsen meg az ehhez szükséges hívek száma. Azt hallottuk persze még, ugye Lázár Jánostól idézem ugye a legújabb indokolását, hogy meg fogják kapni az egyházi státuszt majd most azok az egyházak, amelyek az elmúlt 20 évben komoly társadalmi támogatást tudtak szerezni, köztük a baptisták és a híd gyülekezete. Mondta meglehetősen félrevezetően, hiszen már az eredeti KDNP-s törvényjavaslatban is ott voltak a baptisták, tehát az ő új javaslat, amit ő hozzá tudott tenni ehhez a törvényhez, az pusztán annyi, hogy a híd gyülekezetét emeljük immár az első kategóriába. Ugye mi már a múlt heti népszerinti szavazáson is megmondtuk, hogy az, hogy önök a második kategóriába szerepeltetik a híd gyülekezetét, az már csak egy lépése van attól, hogy tulajdonképpen az első kategóriájuk gyakorlatilag történelmi egyházak közé emeljék. Nos, mára ezt megtették, persze, ahogy mondtam, próbálják a baptisták mögé rejteni, mely persze egymagában több hívővel rendelkezik a népszámlálás adatai szerint, mint az összes izraelita egyház együttvéve, tehát azért ezt tegyük hozzá, ha már próbálunk a száraz tényeknél maradni. És ez nyilvánvalóan így van akkor is, még hogyha olyan nagy lobbit nem is tudnak kifejteni, mint amekkorát ki tudnak fejteni a különböző zsidó egyházak. Beszélni kell arról is, hogy önök a felsorolt egyházi listában az iszlám egyházakról hallani sem akarnak. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, hiszen a magyar iszlám közösség és a magyar muszlimok egyháza is, ha tetszik, ha nem, sok hívővel rendelkezik Magyarországon. És hát nem vagyok az iszlám térhódítás híve, de erről nem tudomást venni, és a vallásszabadságot ilyen szinten korlátozni, ez azt gondolom elfogadhatatlan, és szimbolikus, hogy önök miközben három zsidó egyháznak és cionista szektának is, a híd gyülekezetének is teret biztosítanak, aközben eltörölnék. És nem csak Lázár János süllyedt idáig, hanem már a KDNP is. Ugye mondjuk ki, hiszen a legutóbbi zárószavazás előtti módosító javaslatukban Harrak Péter volt, Harrak a rossz tanácsadó volt, aki ezt javasolta nekünk, hogy töröljük el az összes muszlim egyházot. Hát azért hat ajánljam figyelmükbe például itt a közeli Rózsadombon lévő Gőbaba türbéjét, a világ legészakibb fekvésű iszlám zarándok helyét. Mindezek alapján is én azt gondolom, hogy ez a javaslat engem sokkal inkább emlékeztet Gyurcsány Ferencnek a szaúdi focistákat nemes egyszerűséggel leterroristázó javaslatra. Összességében ez a jelenlegi javaslatuk tökéletesen mutatja azt, amit egyébként Mirkocki Ádám képviselőtársam már a vezérszónoklatában elmondott, miszerint a tervezetben felsorolt egyházak azt mutatják, hogy semmilyen logika nincs benne, pusztán politikai paktumok és gazdasági lobbik mindez eredménye, ami előttünk fekszik, és ezt fogom folytatni következő felszólalásomban. Köszönöm figyelmüket eddig is. Schiffer András, frakcióvezető úr, ügyrendben kért szót. Azt szeretném kérni, hogy amennyiben elvárja azt, hogy jelöljük meg pontosan, hogy melyik ajánlási számhoz szólunk hozzá, akkor legyen szíves azt közölni, hogy az Alkotmányügyi Bizottság legfrissebben benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslata hanyas sorszámot viseli. Köszönöm. Frakcióvezető úr, többször jeleztem, ez a úgynevezett harmadik ajánlás, ez a per 101-es számot tartalmazza. Salamon László képviselő úr kért 2 percre szólt. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid információ Novák képviselőtársamnak. A görög katolikusok
olyan katolikusok, akik a görög rítus szerint gyakorolják a vallásukat, tehát a görög katolikus egyház, a magyar katolikus egyház része, világegyházi szempontból. Világegyházi szempontból a görög katolikusoknak feje, mint a többi katolikusnak Róma püspöke, a római pápa, és a görög katolikus püspök pedig a magyar katolikus püspöki kar tagja. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Novák előtt képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra. Köszönöm Salamon elnök úrnak ezt a nagyon kioktató, teológiai, megalapozottságú komoly szakvéleményt. Köszönöm, hogy görög katolikus létemre elmondta, hogy mit jelent a görög katolikus rítus. Nagyon szívesen meghallgatnám a saját frakciójának javaslata alapján, hogy egészen pontosan milyen rítusa van a Szim-Salom progresszív zsidó hitközségnek, mert erről viszont még nem hallottam. Az önök frakciója viszont azt javasolt, hogy ezt jegyezzük be a történelmi egyházak közé, az első kategóriába. Elmondaná, hogy ezek pontosan milyen rítus alapján gyakorolják a zsidó vallásukat? Nagyon szívesen meghallgatnám. Köszönöm szépen. Rendes felszólalásra Lendvai Ildikó képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy miután túlestünk a napi kötelező zsidózáson, visszatérhetünk a törvényjavaslatra. Jajám. Képviselőtársaim, Lendvai Ildikó képviselőasszonynál van 6 percig a szó. Tessék hallgatni őt. Tisztelt elnök úr, az ajánlás 6-tól 17-es számú pontjáig terjedő részeiről, valamint a 25-ös ajánlási pontról szeretnék szólni. Ennek kapcsán először is köszönetemet szeretném kifejezni a kormánytöbbségnek, mert az ő jóvoltuktól mindig tanul az ember. Én ma azt tanultam meg, hogy nincs az a rossz törvénytervezet, amin az utolsó percben ne lehetne még tovább rontani lázas munkával, 2 parlamenti szünettel, 3 bizottsági üléssel, a koalíciós partner lealázásával. Ez nagy tanulság, és komolyan is mondom a dolgot, tudnélik, ezután majd megbecsüljük magunkat. Ha az ember lát egy rossz törvénytervezetet, Isten ments, hogy nagyon szidja. Mert ha annak csak a torka véres, akkor eljuthatunk odáig a végszavazás előtt, mint most, hogy még kerékbe is törik. Most ez történt ezzel a törvényjavaslattal. Sajnos az árószavazás előtt felsorolt módosítók azon rontanak, amin köszönjük szépen már nem kellene, de nem javítanak azon, ami viszont ráfért volna a törvénytervezetre. Csak egy mondatban jegyzem meg, hogy nem javítanak azon, hogy Európában valószínűleg egyedülállóan a törvényben, a törvény szerint az állami és önkormányzati iskolákban oktatott hittannál nem szerepel a fakultatív és a nem kötelező jelző, ez nem zavarta önöket. Nem javítottak azon sem zárószavazás előtti módosítóval, rátérek, igen, hogyha holnap átvesz egy önkormányzati intézményt az egyház, akkor másnap kirúghatja nem csak a pedagógust, hanem a takarítónőt is, mert a törvény szerint megkövetelheti az identitást. De mi az, amin rontottak a jelzett ajánlási számokon? Már eddig sem tetszett senkinek sem a listázás, úgy hallom Lázár frakció vezető úrnak sem, és ezen akart éppen segíteni, de eddig legalább a listán nem szereplő egyházak a bírósághoz fordulhattak a bejegyzésért. Most a módosító javaslatok egész sora átpolitizálja ezt a lehetőséget. Nem a gyakorlatilag és elvileg remélhetőleg független bíróság dolga ez. Miniszterhez, kormánytaghoz kell fordulni, ő eldönti, hogy parlament elé terjesztheti-e őket, és utána a mi politikai közösségünk, a parlament dönt erről. Ez 2 óriási különbség a bírósághoz képest. Egyrészt mi politikusok vagyunk, másrészt meg a bírósági döntés ellen fellebezni lehet, itt meg legfeljebb nagy nehezen, nem mindig és nem mindenkinek, alkotmánybírósághoz fordulni. Nem állítom, hogy nincs ebben bizonyos történelmi hagyomány.
Ismerjük a cuius regio, eius religio, akié a birtok, a hatalom, azé a vallás elvét. Most sikerült modernizálni ezt az elvet, nagyjából úgy, hogy még régebbre menjek vissza, mint ha Jézus Krisztusnak, majd Szent Péternek az ő egyházát Pilátussal és kizárólag Pilátussal, a világi hatalom képviselőjével kellett volna elismerni. Lázár frakcióvezető urat sajnos közben megtévesztették, mert módon volt hallgatni érvelését, azért változtattak, hogy bárki rákerülhessen még az egyházak listájára. Frakcióvezető úr, nagyon sajnálom, hogy nem mondták meg, legalább az előterjesztők, akik csak tudják, mit írtak alá önnek, hogy eddig sem volt zárt a lista, bírósághoz eddig is fordulhatott volna bármely egyház, amely úgy érzi, hogy megfelel a követelményeknek, de nincs a mellékletben. Most nem a bírósághoz fordul, hanem a parlamenthez. Hallottam azt az érvet is, ami Ausztria példáját hozza fel, hogy hiszen ez ott is így van. Nagyon sajnálom, hogy nem mondta meg senki önöknek, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Ausztriát ezen törvény miatt, elmarasztalta, pert vesztett, méghozzá éppen azért, mert megkülönböztet nagyegyházak és kisegyházak között. Most is ez van, önök most kivették a listáról, nem bővítették, hanem szűkítették azt, régi keresztény kisegyházakat, metodistákat, adventistákat, nazarénusokat, és a világvallások magyarországi képviselőit is, krisna hívőket, buddhistákat, iszlám közösségeket. Ők majd ide fordulnak a parlamenthez, nekünk adják be hittételeiket, hogy mi eldöntsük, rendben van-e az iszlám összes hittétele. Ez remek, bólogat miniszterelnök úr. Mivel az Európai Jogok Bírósága úgyis megsemmisíti ezt is, csak azt az aggályomat szeretném mondani, hogy én eddig konzekvensnek találtam a kormánypolitikát, ez arról szólt, hogy szaladjunk bele minden késbe, illetve, hogy enyhébb megfogalmazást használjuk, üljünk bele minden kaktuszbokorba, ami az út mentén van, ha ez nemzetközi kaktuszbokor. De most önök tovább léptek, most kilométereket gyalogoltak el az úttól, hogy találjanak egy kaktuszbokort, amiben bele lehet ülni, mert az eredeti tervezetben ez legalább nem így szerepel, sikerült rontani rajta. Könyörgöm, előbb adjunk időt annak, hogy kihúzzuk az ország a kormány nadrágjából az eddig beleakadt tüskéket, és ha lehet, ne gyaloguljunk nagyon sokat a következő kaktuszbokorért. Köszönöm szíves figyelmüket. Köszönöm. Következő felszólaló Mirkóczki Ádám. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, engedje meg, elnök úr, hogy ne mondjak külön ajánlási számot, mert egyszerűen képtelen vagyok fejben. Tudok elvonatkoztatni ettől, akkor... Minden mindennel összefügg, úgy is mondhatnám, úgyhogy... Egyébként a 2-től 34-ig mindegyiket fogom érinteni, de próbálok rövid lenni. Előtte viszont helyén való, úgy gondolom, hogyha egy picit visszatekintünk arra, hogy hogy is jutottunk idáig a zárószavazáson, mert már maga az eljárás menete... Hát egészen elképesztő. Hetek óta napirenden van az előttünk fekvő javaslat, illetve nem az, mert egészen tegnapig egy teljesen más javaslatot ismerhettünk meg. Ennek ellenére néhány órával ezelőtt hirtelen egy rendkívüli alkotmányügyi bizottság, és mindenki megkapja a úgymond záró szavazás előtti módosító indítványt, amely lényegében egy teljesen más törvényt takar. Úgy is mondhatnám, hogy ez nagyságrendileg olyan, minthogyha az alkotmány zárószavazása előtt egy utolsó módosítás, miszerint apró technikai észrevételeket javítunk az új alkotmányban. Egyébként meg 2012. január 1-től nem köztársaság, hanem királyság vagyunk. Nagyjából annyira hasonlatos ez a javaslat az egy nappal ezelőttihez képest. Úgy is mondhatnám, hogy bizonyos tanulságokat le lehet ebből szűrni. És távol álljon tőlem, hogy bármilyen frakciót szándékosan sértsek, de a mai napok, vagy a mai nap történései egyetlen egyet mutatnak, hogy a Fidesz ismét porigalázta a kereszténydemokrata néppártot és annak előterjesztőit. Hadd kérdezzem már meg, hogy a Fidesz jelenlegi döntéshozói, akik ebben a módosító indítványban részt vettek vagy döntöttek, mi a túrót csináltak az elmúlt hetekben? Ugyanis az elmúlt hetekben lefolyt ennek a javaslatnak az általános és a részletes vitája, és egyetlen egy olyan módosító indítványt nem találtunk, ami a jelenlegibe bekerült. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezt különösebben el lehet vitatni. Az más kérdés, hogy mennyire házszabály ellenes vagy házszabályszerű ez az egész
javaslat benyújtása, és hát még egyszer, a két javaslat között annyi a különbség, hogy illetve annyi az azonosság, inkább úgy mondanám, hogy mind a kettő PDF formátumban található, és ha kinyomtatjuk, mind a kettő A4-es papíron van. Tartalmilag már vajmi kevés, de menjünk akkor a konkrétumokra is. Hogyha röviden össze akarnám foglalni a 2-től 34-ig terjedő ajánlási pontokat, akkor nagyjából az egyik lényeges különbség, hogy ami eddig bíróság volt, az most miniszterre változott. Ez ugye már sokat elmond. Aki eddig fordulhatott bírósághoz, regisztrációé vagy nyilvántartásba vételi, az most fordulhat a parlamenthez, vagyis majd a Fidesz kétharmados többsége, ugye objektív, feltételezem objektív mérce alapján eldönti, hogy mely vallási közösség lehet egyház. Önök akarják eldönteni, hogy ki lehet egyház? Önök, akik egy nyomorult Károly szoborra, vagy egy szovjet hősi emlékműre képtelenek lelkiismeretük szerint szavazni, majd meg fogják dönteni, hogy adott esetben a metodista egyház megfelele a teológiai kritériumoknak, és milyen intézményeket tart fenn. Egészen elképesztő. Önök megszüntették a második és a harmadik kategóriát néhány órával ezelőtt. És mit ad Isten? Az első kategória, amelyre eddig büszkén hivatkoztak, hogy az 1895-ös egyházügyi törvény alapján állt össze, és azt hiszem ez volt az egyetlen olyan kategória, amit minden egyes parlamenti frakció kritika nélkül elfogadott, mert mindenki azt mondta, hogy ez egy megfelelő hivatkozási alap, és tudtommal mindenki jónak tartotta, és nem vitatta egyetlen egy egyház vagy vallási közösség helyét sem ott. De mi történt? Ez az első kategória is módosult egyetlen egy pontban. És miben? Na miben, kedves kormánypárti képviselők, aki olvasta a javaslatot, igen, egyben, bekerült egy újabb, én idézőjelbe teszem egyház, ez pedig a Hit gyülekezete. Árulják már el végre nekem, könyörgöm, vagy bárkinek, akár a dohányzóba, vagy a folyosón, ahol olyan őszinték szoktak lenni, mivel fogja önöket Németh Sándor szektája? Mi az oka annak, hogy egy metodista egyház nem kerülhet oda, egy hitgyülekezete meg igen. Én megértem azt, hogy jogi és formai kritériumok szerint megfelel, mert van elég. Taglétszáma működik mondjuk 20 éve, és adott esetben intézményeket tart fenn. De ez minket nem érdekel, mert folyamatosan azt mondjuk, hogy ott vannak a tartalmi szempontok. Önök miért nem veszik figyelembe, hogy ez egy destruktív szekta, amely családokat szakít szét, rokoni kapcsolatokat tesz tönkre, embert és testvért a testvérével szembefordít? Mi a szerepe az önök javaslatában annak, hogy a Hit gyülekezete ide került, mindegy. De ilyen értelemben mi az oka annak, hogy adott esetben világvalláshoz köthető vallási felekezetek pedig nem kerülnek oda, és elhangzott már itt a muszlimok, elhangoztak már a buddhista felekezetek, vagy éppen a magyar iszlám közösség, és nagyon sok olyat lehetne még sorolni, ami meg valóban konstruktív, építő jellegű, teljesen mindegy, hogy mekkora társadalmi közeget érintő vallási közösséget tömörít, de mindenképpen helye lenne ebben a sorban. Én azt gondolom, hogy amit Lázár János frakcióvezető úr mondott indoklásként, hogy azért szükséges megszüntetni a második, illetve a harmadik kategóriát, mert tarthatatlan az, hogy különböző lobbik és politikai érdekek döntsenek arról, hogy kik kerülnek az ominózus kategóriában, adott esetben kik lehetnek egyházak, akkor kérdezem én most, hogy megszűnt ezzel a lobby? Nyilvánvalóan nem, hiszen majd ezentúl önökhöz, a kétharmados kormánypárti többséghez kell fordulni, ami ugye el is hangzott, hogy december végéig, 2011. december végéig lehet. Röviden summázva tehát, egyetlen egy mondat állapítható meg erről a javaslatról, kellően kidolgozatlan, kellően szakmaiatlan, és mai napig nem tudjuk, hogy kik, hol, mikor és milyen alapon egyeztettek erről a javaslatról. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr következik, rendes felszólalás. A parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, mióta, mielőtt egyházszakadáshoz vezetne Novák képviselőtársam felszólalása. A görög katolikusok Róma alá tartoznak, ahogy Salamon képviselő mondta. Büszkék vagyunk görög katolikus liturgiánkra, görög nyelvű liturgiánkra, mint ahogy arra is, hogy II. János Pál temetésén a Szent Atya sírjánál egyébként több tucat nem latin nyelvű testvéreink mellett Szilárd püspökünk volt az, aki elbúcsúztatta II. János Pált. Ettől függetlenül a felindultsága, azt hiszem, Novák képviselő társamnak jogos. Azt gondolom, hogy mind a lelkiismerethez, mind a lelkiismereti szabadsághoz, mind a valláshoz és a